Na, sziasztok! Igaz, hogy tavasz van, de ennek ellenére nagyon hideg van. Kicsit fúj is a szél. Sok mindent nem csináltam még a diósba. Ez látszik is, bár dolgom lett volna, de az időjárás miatt, meg más elfoglaltság miatt nem tudtam. Úgyhogy itt vagyok most. Amit akarok csinálni, az majd a kitányérzás, tehát a kikapálás előtt. Az, hogy gyomirtóval körbe megyek a fákon. Mint látjátok, tiszta fű. Amit fel lehet kapálni, csak rendkívül nehéz. Ezért azt csinálom, hogy egy nagyon vékony gyomirtót kap a töve, és utána szépen ki lehet tányérozni. Hogy miért kell kitányérozni? Jön a kérdés. Hát azért, mert normálisan meg lehet locsolni, és egy-egy ilyen tányérba 10-20-30 liter víz is belefér. Ez még a tavalyi tányírozás látszik, hát vakontúrás, meg a talajerózió az szépen betemette, de ez van. Van olyan fa, ahonnan már elvettem próbaképpen a karót mellőle, ez is egy ilyen fa, és elég szépen áll. Mert mint tudjátok, itt eléggé szeles az idő. Egy ilyen fensíkon vagyok. Úgyhogy ezt fogjuk megcsinálni. A kerítés töve nem rossz egyébként, tehát annyira nem gyomosodott be. Viszont megelőzve a problémát, szépen lefújom ezt is. Biztos jön majd a kérdés, meg a szemrehányás, hogy minek kell gyomirtót használni. Hát azért kell gyomirtót használni, mert nekem a kerítés töve az körülbelül 1 kilométer. Fel lehet kapálni, biztosan. Se embert nem találok, se saját időmből ezt nem tudom megoldani. Itt, ahogy jövök visszafelé, megálltam a sárga baracnál, ami egyébként egy gönci barack, pontosan. Hát és konstatálom szomorúan, hogy így néznek ki a virágok. Az éven megint nem kell barackot ennem erről a fáról. De hát lassan kezdem megszokni. Nem is ez a probléma, mert engem ez csak bosszant kicsit. Mert azt mondom, hogy a francba. De gondoljátok el azokat a termelőket, gazdákat, akiknek ez a megélhetési formájuk. Több hektár, vagy akár több 10 hektáron termesztenek sárga barackot, vagy őszi barackot, és így járnak. Ja, hát ez kuka. Ebből nagy barackevés nem lesz. Na jó, menjünk permetezni. És társam lesz a permetezésben a szokásos magyar háti permetező. Örök, mint a nyomorúság. Minden van hozzá. Ezt használom erre, meg lemosóra. Egyébként van egy Cifarelli benzinmotoros 6 lóerős permetezőm is. Azt itt fenn a sarokban a linken meg tudjátok nézni. Amit most csinálunk, mivel utoljára őszi lemosó permetezés volt, ezt az állítható fúvókát, ami egyébként nem jár hozzá, pluszba szereztem be, ezt kicseréljük egy gyomirtófejre, ami ilyen legyezőszerűen fog teríteni. Csak el ne hagyjam, mert általában elhagyok ilyen dolgokat. Tehát nézzétek, meg így néz ki. Van itt egy bevágás, ezt kell majd lefelé fordítanom, és akkor szépen legyezőbe viszi viszintesen. Na, akkor rakjuk össze. Utána megmutatom majd, hogy én mit keverek, mit használok, hogy keverek. Így ezzel szembe, tehát ugye a kar, majd így fogom fogni a kart, és ezzel szembe legyen, lefelé, így. Meghúzzuk, nem folyik. Na, keverjük meg a latyakot. Amit használok, az a fozát. Ez egy glifozát tartalmú totális gyomirtó. Rohadt méreg egyébként, de nem nagyon van jobb, és sajnos így nem tudom kiváltani. Én, amit szoktam csinálni, azt teszek hozzá ilyen műtrágyaszerű anyagot, ami egy levél és lomtrágya. Ebből egy minimálist, azért, hogy a növénynek a netkeringését egy kicsit
az anyag cseréjét megdobja, ezáltal jobban felszívódik, kevesebbet kell használnom a méregből. Valamint mivel holnaptól esőt mond, ezért nonitot teszek bele, ami egy ilyen tapadásfokozó. Magának a méregnek a felszívódásához egyébként egy 3-4 óra szükséges, utána már jöhet az eső. Ez most meg lesz, remélem. Kezdőknek nagyon fontos, bár én ahogy láttam, még igazából haladók sem tartják ezt be, az, hogy ezt nem belelocsoljuk és utána vizet teszünk rá, hanem törzsoldatot készítünk. A törzsoldat az azt jelenti, hogy előkeverjük egy töményebb, kisebb mennyiségben, majd pedig ezt követően fokozatosan hígítjuk fel és töltjük bele a permetezőbe. Ezáltal lesz egy homogénebb anyagunk, nem pedig az, hogy az aljára, vagy tetejére, vagy bárhova szegregálódik, tehát ketté válik az anyag. Én esővizet használok, az ebbe a tartályba van, a tetőről szépen folyik bele, ugyanis ez lágy víz. Nagyon fontos a gyomírtónál, meg a permetezők nagy többségénél is, hogy lágy vizet használjál, mert a vízben lévő ásványi anyagok csökkenteni fogják a hatékonyságát a permetszernek, a gyomírtónak. Hogyha természetes vizekből, vagy pedig ilyen tárolóból permeteztek, akkor mindenféleképpen a feltöltésnél szűrjétek meg. Ennyi dzsuva akadt fenn nekem a 125 mikronos szűrőn. Ez azt jelenti, hogy a milliméternek, hát mondjuk az egy picivel több, mint az 1/10 a szűrő. Tehát ha ez belemegy, akkor az permetezőnek a fúvókáját nagyon könnyen el tudja tömíteni. Készen vagyok a feltöltéssel. Hát ugye ezt nem mutattam nektek, mert olyan sok érdekes nincsen benne. Szépen fokozatosan töltöttem fel a törzsoldatból. És akkor most rácsavarom a kupakot. Nem kell ész nélkül megtépni, csak legyen rajta. Még egy nagyon fontos dolog, az pedig a védőfelszerelés. Tehát mérgekkel dolgozunk, ne felejtsük el. Ezért mindenféleképpen egy arcmaszkot vegyetek fel, ami nem pormaszk, hanem olyan maszk, ami egyre jó. Én is hordom. Ugye a maszk már rajtam van, tehát nem tudom, hogy mit fogtok hallani belőle. De nem is akarok sokat beszélni. Tehát látjátok, így porlaszt. Egy ilyen vonalat. És akkor szépen ezzel végig nyomatom a fákat. Vagyis hát a tövét. Két fácán épp harcol.